Szombaton ünnepelte az Agora a sportház megnyitásának 60. évfordulóját. Egész napos programsorozattal készültünk, délelőtt során ez már lement, kézműves foglalkozások, diavetítések, és itt a sportház előtt kora délután ralliautó bemutató volt. Délután a közelmúltban elhunyt DJ-re, Netzpál Györgyre emlékeztek, aki a 80-as évektől kezdve szórakoztatta a közönséget a sportházban is. Vasvár megye egyik legismertebb lemezlovasának életútját egykori kollégája, Fixl Miklós idézte fel, majd Netzpál György kisebbik fia osztotta meg gyerekkori emlékeit. 12 évesen édesapja nyomdokaiba szeretett volna lépni. Meghagyta nekem a legnagyobb slágereket abban a fél órában, amit én lejátszhattam, és ezután én zsebelhettem be azt a dicsőséget, ami neki járt volna, majd ezt megosztottam vele otthon, hogy azt mondták, hogy jobb vagy, mint apád, és csak viccesen mosolygott a bajsz alatt. A zenei életben sajnos nem lehetek jobb, mint apám, mivel a csúcson abba hagytam a diszkózást, 14 évesen, de igyekszek, és igyekszünk a családommal úgy élni a mindennapjainkat, hogy a városszerte fogalommá vált Netzpál nevet fenntartsuk, és büszkévé tegyük apukámat. Netzpál György családja az Agorának ajándékozta a lemezlovas DJ pultját. Ez is része a kiállításnak, ami a megemlékezés után nyílt az intézmény galériájában. A tárlat relikviákat, plakátokat mutat be az elmúlt 60 évből. A kiállításra a szombathelyiek is ajánlhattak fel tárgyakat. Az érteklődőket Horváth Soma alpolgármester köszöntötte, aki felelevenítette a sportházhoz kötődő emlékeit, és felidézte azokat a nagynevű előadókat, akik az épület színpadán felléptek. Köztük volt például Kodály Zoltán és a Deep Purple is. Majd Szirmai Judit, aki hosszú éveken át volt itt művelődés szervező, időutazásra vitte a megjelenteket. Gálát Varga Viktor nyitotta a Bánkbán leghíresebb áriájával, ami 1963. augusztusában az intézmény avató ünnepségén az Operaház művészeinek előadásában 1200 vendég előtt hangzott el. Nemény András polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, jó szívvel gondol azokra, akik 6 évtizeddel ezelőtt megteremtették ezt az értéket, és akik ezt tovább viszik. Valójában itt nem egy épületről beszélünk, és nem is egy intézményről beszélünk. Itt egy kincsről beszélünk. A polgármester oklevelet adott át az Agora vezetőjének. Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke köszönetet mondott az intézmény egykori és mostani vezetőjének, munkatársainak, és emléklappal köszöntötte a jubiláló intézményt. A gála műsorban olyan egyesületek léptek fel, akik valamilyen módon kötődnek az intézményhez. Gyerekként itt kezdtem a pályafutásomat, és hosszú-hosszú éveken keresztül én ezt a folyosót, a színpadot, a lenti termet, tánctermet én ezt már rengetegszer koptattam, és most pedig a táncosaim egy standard mixet, illetve egy Gatsby koreográfiát hoztak. Mivel a szívünk ide köt minket a sportházhoz, ezért szerintem egyértelmű volt, hogy itt leszünk, és támogatjuk ezzel is a jubileumot. Színes volt a gála. Zene, tánc, színház, művészet, ritmikus sportgimnasztika is megjelent. Teltház előtt léptek fel a csoportok. A gála után az Agora épülete színes fényfestést kapott. A jubileumi rendezvényt DJ maratonnal zárták Netzpál György emlékére.